Az újpesti diáknapokon Újpest ismeretéből is vizsgázhattak a diákok az ifjúsági ház versenyén. Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Újpesti Kulturális Központ ifjúsági házában. Április 16-án az Újpesti Diáknapok keretein belül Újpest A-tól Z-ig műveltségi vetélkedő címmel versenyt rendeztek az Újpesti Kulturális Központ ifjúsági házában. A feladatok az újpesti építészet, az irodalom, a sport és a közélet témakörét ölelték fel Újpest múltjából és jelenéből. Általános iskola felsőtagozatos és középiskolás gyerekek vesznek részt csapatokban a vetélkedőn. Elsősorban a lokálpatrióta érzésekre alapítva alapítottuk meg a kérdéseket, tehát az újpesti ismereteket és neves embereket, híres helyeket, műemléképületeket szerettük volna fókuszba helyezni, és ezekre irányulnak a kérdések. Az összeállított feladatokhoz előzetes felkészülésre és utánajárásra volt szükség, hiszen széles körű helyi ismereteket igényeltek. A helyismereti vetélkedő zsűri elnöke Szőlősi Marian volt a Nógrádi László helytörténeti gyűjtemény képviseletében. Igyekeztünk mindezt játékos formában, tesztek, dominók, vetítős feladatok formájában előadni, és nagyon izgulunk, hogy mindenki csak nyerjen ezen a vetélkedőn, hiszen a felkészüléssel is csak gazdagodtak az ismereteik. Az ajándékokat majd az újpesti gálán fogják a Városházán megkapni. Ezek többnyire ajándékcsomagok és belépő jegyek az állatkertbe, ahol szintén nagyon sok lehetőség van az ismeretszerzésre, és az állatkert hagyományosan támogatja ezt a vetélkedőt kedvezményes jegyekkel. A diákok hősiesen állták a kora délutáni versenyen a próbát, az eredményekről pedig hamarosan mi is beszámolunk majd.